A bikini újonc középmagas kategória népes mezőnyes sorakozik fel éppen a színpadon. A Naturál Olimpia és Imba világbajnokság kvalifikációját először rendezték meg a régióban. A hosszú hetényi Rab Klaudia Pécsett készült fel a versenyre. Hú, hát nagyon izgultam, mert ez volt a második versenyem. Nagyon-nagyon szeretném azt a kategóriát megnyerni, este ugye még egyszer színpadon leszek, attól kicsit kevesebbet bárok, de nyilván abban is beleteszek mindent, aztán majd meglátjuk. A legjobbakat jó párszor visszahívta a zsűri, így még nehezebb dolguk volt, hiszen egymás után többször kellett pózolniuk. Hú, meglepődtem, de egyébként egyre természetesebbé vált, és kevesebb izgalommal jár, mikor újra és újra kihívtak előre, úgyhogy nagyon jó érzés. A verseny egyik szervezője Posgai Zsolt, aki 2 éve már nem testépítésben versenyez. Minél inkább szeretnénk ezt a naturálvonalat erősíteni, szeretnénk ezt a teljesítményfokozós, doppingolós oldalt, nem is az, hogy eltávolodni tőlük, de lehetőséget adni azoknak, akik nem szeretnének teljesítményfokozó szereket használni, és teljesen tisztán, naturálban, természetes dolgokkal szeretnének készülni. A másik szervező Balog Amanda neve sem ismeretlen a sportágban. Aki a legjobb eredményt éri el a világban, vagy Európán belül a top 3, gyűjti a pontokat, azok kvalifikálják magukat a Naturál Olimpiára Amerikába, Las Vegasba. Úgyhogy most ezért megy a harc itt mögöttünk. Rab Klaudia megnyerte a felnőtt bikini open középmagas és az újonc kategóriát is. Így ő lett a legsikeresebb baranyai versenyző. Rajta kívül még 2 Pécsett készülő sportoló ért el kimagasló eredményt. Vég Adrien bikini mama kategóriában lett 2., Fegyverneki Zsolt pedig egy 4. helyet szerzett.